Szép jó estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfó nézőit. Mai beszélgetésünk témája a Magyar Nemzeti Vidékhálózat működése, vendégem pedig Molnár Tamás területi vezető, tisztelettel köszöntelek. Mint önkormányzati képviselőt és mint a területi vezetőt, hiszen ez nagyon-nagyon fontos. Hiszen a Magyar Nemzeti Vidékhálózat, ahogy tudjuk, a vidékfejlesztésben érdekelt összes szereplő együttműködési hálózatba szervezésében is dolgozik. Tehát így együtt van az kormányzati, önkormányzati, a civil közreműködők, a gazdálkodó és társadalmi szervezetek, szakmai testületek, információs és együttműködési hálózatról van szó. Tehát ennek az összehangolása egy rendkívül komoly feladat. Mielőtt azonban erről beszélgetnénk, hogy mi mindent kell tenniük a dolgos hétköznapokon, mert azért tudjuk, hogy a koronavírus járvány azért az agráriumot hála Istennek nem érintette olyan mélységében. Essék szó arról, hogy önkormányzati képviselőként ismerünk, tudjuk, de miként kerültél közel az agráriumhoz, hiszen az agrárium az, ha tetszik, hanem ebben a felgyorsult világban is egy hivatás. Valóban így van, köszönöm szépen a meghívást. Végzettségemet tekintve közgazdász vagyok, és amikor a szakirányok választásával érkezett, és lehetőségem volt tovább fejleszteni a diplomámat, akkor én vidékfejlesztési szakirányon az Etudus Főiskolán elvégeztem a vidékfejlesztési szaktanácsadó képzést. Tehát én mondhatom azt, hogy itt a mezőföld közepén a gyökereim is a mezőgazdaság felé vittek. Nagyapáim mindannyian gazdálkodók voltak. Szüleim innen a mezőségből érkeztek, Mezőszentgyörgyről, Felsőnyékről érkeztek a szüleim. Tehát egy igazi gazdálkodó család sarjaként születtem. Én már Székesfehérváron, és mindig azt éreztem egyébként, hogy városban élőként és városban született állampolgárként még fontosabb az, hogy foglalkozzunk a vidékfejlesztéssel és az agráriummal, ami egyébként itt Székesfehérváron a mezőföld szívében fontos kell, hogy legyen, és sokszor érzem azt, hogy egyébként olyan ellentmondásokat is kell feloszlatni a többi székesfehérváriban, hogy tudomásul kell vennünk, hogy mi a mezőföld közepén lakunk, de lehet, hogy erről majd fogunk még beszélni, hogy mik azok az ellentmondások, amikkel meg kell küzdeni itt a hétköznapokban. Így van, tehát ugye az műsor szlogenje az mindig is az volt, hogy a mezőföld szívében a paraszt ne legyen szitokszó. Általában ne legyen szitokszó, mert én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos, és az agrárgazdaságok a Fejér megyében és a mezőföldön általában is kivételezett helyzetben kell, hogy legyenek. Foglalkoztatás tekintetében, és ráadásul ilyen földek sehol máshogy nincsenek az országban. No, hát akkor beszéljünk a hálózatról. Mi hívta életre, milyen elvek mentén született meg az a gondolat, hogy szükség van egy ilyen széles spektrumon dolgozó csapatra? Adottak a száraz tények, hiszen a Magyar Nemzeti Vidékhálózat a vidékfejlesztési programokhoz és a pályázatokhoz kapcsolódik. Minden olyan Európai Uniós államban, ahol vidékfejlesztési pályázatok, programok indulnak, kötelezően kell működtetni egy országos lefedettségű hálózatot, ami azt jelenti, hogy minden megyében van egy területi vezető, és van egy központ, egy állandó titkárság, aki koordinálja a munkát. Ez azt jelenti egyébként, hogy az Unióban, mivel minden országban használják a vidékfejlesztési programot, ezért 27 ilyen jól működő hálózat létezik, ami egy nagyon komoly lehetőséget tartogat magában, hiszen olyan komoly eszmecsere, szakmai, illetve jó gyakorlatok cserében bemutatkozó eszmecsere folyik, ami segíti mind az agráriumban, mind pedig a szakterületen dolgozóknak a munkáját. Rengeteg szakmai fórum, rengeteg beszámoló jelentés érkezik az országokból egy központi helyre, ahonnan ezek lekérhetők. Nagyon sokat tudunk segíteni, nem csak az agráriumban, hanem a vidékfejlesztésben próbálkozók, gyakorlatot szerzők és egyébként már régi gazdálkodók számára is. Tehát azt jelenti, hogy ez egy országos hálózat, mely országos hálózat egy uniós hálózatnak a része, és szerencsére Magyarországon is elmondhatjuk, hogy ez jól működik most már immáron 16 éve. A Magyar Vidéki Hálózat minden egyes megyében dolgozik egy ilyen szakember, akihez lehet fordulni intézményeknek, gazdálkodóknak, vállalkozóknak, de akár azoknak a civil szervezeteknek is, akik agráriummal foglalkoznak. Nem lehet kétséges, hogy a vidék felzárkóztatás a kulcskérdés. Ez így volt régen is, de ma még inkább mondhatjuk, hiszen az agrárgazdaságon nagyon sok múlik, és ha szinten szeretnénk tartani az agrárgazdaságot, ahhoz rengeteg munka szükséges, és kiérlet szakmai koncepció kell hozzá, és pénz, tehát pénz, paripa, fegyver. Mondjuk a pénz megvan,
Ahogy itt olvastam, több mint 12 milliárd euró fejlesztési forrás áll rendelkezésre. Mire használható? Hiszen a célkitűzésekről beszéljünk, hiszen az az alapvetése, hogy ezt értelmesen, célok mentén, fajsúlyos problémák megoldására használjuk. Valóban, amikor a vidékfejlesztési programokról beszélünk, akkor sokan nem tudják, hogy a legnagyobb büdzsé, ami az uniós és az államok közötti szerződésekben foglaltatik, az a vidékfejlesztési pályázatok programoknak a büdzséje. És ráadásul jó hír az, amit még el is mondhatok, hogy most már a 21-27-es időszakban engedett a bizottság, az uniós bizottság a nyomásnak, és a kormányzatok is mellé tehetik a sajátjukat, és Magyarország ezt ki is használta a lehetőségének maximális mértékében. Tehát minden egy forint, ami az Unióból érkezik, most mellé a magyar kormányzat 0,8 forintot tesz hozzá, tehát egy 80%-os keretemelést tud végrehajtani a magyar kormányzat. Tehát ez azt jelenti, hogy a 21-27-es időszakban orbitális lehetőségek vannak az agrárgazdaságban. Látni kell is azt, hogy erre szükség van. Hiszen én mindig azt mondom, hogy amikor beszélgetünk jövőről és arról, hogy mi vár Magyarországra, az Unióra, és mondhatjuk az egész föld emberiségére az elkövetkező időszakban, akkor azt látnunk kell, hogy nem az arany és az ezüst fogja meghatározni azt, hogy ki gazdag és ki szegény, és melyik ország társadalma mondható szegénynek és gazdagnak, hanem a víz és az élelmiszer. Nekünk ebbe kell jónak lenni, és erre kell felkészülnünk. Szerencsére jók az adottságaink, meg tudjuk tenni azt, hogy ezzel megfelelően sáfárkodjunk. Ehhez viszont nem elég csak a pénz, hanem elé kell tenni azt a szakmai tudást és azt a szakmai együttműködést is, amiben ezek a programok helyesen és jól tudnak elköltődni. Azt is látni kell, hogy amikor gazdasági pályázatok, gazdaságot támogató pályázatokról beszélünk, GINOP, TOP, KEOP, stb., akkor teljesen más a vidékfejlesztési program pályázat rendszere, és azt is látni, hogy teljesen más együttműködések jönnek létre az unión belül. Tehát a 21-27-es pályázati időszaknak a pénzügyi elosztása kapcsán olyan érdekes koalíciók jöttek létre, hogy a magyar kisgazdák a francia kistermelőkkel kézen fogva mentek és lobbiztak különböző érdekek mentén. Tehát teljesen más a politikai és társadalmi eloszlása is az agráriumnak és a vidékfejlesztésnek, hiszen jó látni, hogy ugyanaz a probléma megjelenik a francia kisgazdánál is, mint a magyarnál. Szerencsére ezek nagyon jól is működtek, és azt mondhatom, hogy a 21-27-es időszakban sikerült azokat a kérdéseket, anomáliákat kiküszöbölni, amelyekkel ez a kiírás ugye alapvetően küszködött, és én azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon termékeny 5 év vár most a magyar gazdaságra, magyar mezőgazdaságra, főleg, hogyha jól tudjuk kiaknázni ezeket a lehetőségeket, és mi ebben tudunk segíteni. Bizakodó vagyok, hiszen a közös agrárpolitika változásairól beszélgettünk itt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a vezetőivel, Pap Gergellyel és a többiekkel, Zászlós Tiborral. Viszont az is kiderült, hogy nyilvánvaló, hogy a Brüsszellel a mi vitáink, azok azt a célt szolgálják, hogy az a speciális helyzet, ami Közép-Európára jellemző, és leginkább Magyarországra, azokat, tehát áthidaljuk azt a vitát, ami, hogy ne hasonlítsanak minket, tehát nem lehet egy kaptafára húzni a holland agrárgazdák, illetve a magyar agrárgazdaság történéseit. Ebben viszont nyilvánvaló, hogy fontos szerepe van a vidékhálózatnak is, ahogy természetesen a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának és a gazdaköröknek egyaránt, nyilván a kormányzat mellett. Hogy sikerül így ezt összehangolni teljes egészében, hogy mindenki a saját feladatát maximálisan lássa el? Igen, igazából azért nagyon fontos ezeknek a szervezeteknek a működése, mert az agrárgazdálkodóknak és az intézményeknek tudnia kell, hogy kihez forduljanak akkor, amikor segítségre van szükségük. És szerencsésen elmondhatjuk azt, hogy nem csak a Magyar Nemzeti Vidékhálózathoz, hanem a kamarához, a gazdakörökhöz, a különböző szervezetekhez tudnak fordulni segítségnyújtásért. A mi feladatunk pont az a szinergia létrehozása, hogy ezeket a intézményeket, szervezeteket és a gazdálkodókat le tudjuk ültetni egymással, különböző szakmai fórumokat szervezzünk, olyan programokat szervezzünk, amelyeken tudnak találkozni, jó gyakorlatokat tudnak meghallgatni, és tudnak egymással is eszmecserét folytatni, illetve támogatunk minden olyan rendezvényt, ami vidékfejlesztéshez és agráriumhoz kapcsolódik, legyen ez a legkisebb falunap, ahol egyébként a vidéken összejönnek a hétközben mezőgazdaságban dolgozók, és egy kicsit kipihenik magukat, és meg tudnak ismerkedni az agrárium kérdéseivel, de legyen ez egy nagyon komoly szakmai fórum is, ami összehozza azokat a szervezeteket, akik mondjuk az irányt megadják az elkövetkezendő 5 évre.
A kulcskérdés mindenképpen a munkahelyteremtés, illetve a munkahelyek megőrzése és fejlesztése. Tehát itt ez kettősség van egyik oldalról, hiszen tudomásul kell vennünk, hogy sajnos az agráriumban is egyre inkább előrekszik a szakmai éra. Másik oldal, tehát valahogy meg kéne nyerni a fiatalokat. Ennek tükrében mit tehet a hálózat ezért? Valóban két nagy probléma látszik ebben a témakörben. Az egyik a munkaerőhiány, ami egyébként országos szinten azért különbözik, de most már mindenhol kijelenthetjük, hogy gyakorlatilag a mezőgazdaság is küzd a munkaerőhiánynak a problémájával, illetve az előregedő korfa változása miatti agrárgazdálkodók, vállalkozóknak a kiöregedése, és a mögöttük lévő fiatalok hiánya, hiszen nem tudják átadni, és nem tudják kinek átadni azt a tudást, amit megszereztek az években. Az első kérdés a nehezebb szerintem, hiszen a munkaerőhiány megoldása az minden más ágazatban is problémát jelent. A Magyar Nemzeti Vidékhálózat most próbálkozik egy olyan weboldal létrehozásával, ami munkaszüret névre hallgat, amelyen próbáljuk összehozni a gazdálkodókat a munkavállalókkal, ide lehet regisztrálni, és területi eloszlásban lehet látni azt, hogy hányan jelentkeztek és milyen munkát vállalnának, illetve milyen munkákat lehet találni most a közelben. Próbálunk egy picit egy ilyen agrárspecifikus munkaerő közvetítő oldalt létrehozni, segíteni ezzel a gazdáknak és a munkát keresőknek. Mindenkit biztatok arra, hogy regisztráljon a munkaszüret.hu oldalon, és ezzel próbálja meg egy picit saját magát is segíteni az, hogy a munkaerőpiaci problémáját megoldja. Én azt látom, hogy egyébként azokkal a lehetőségekkel, amelyek érkeznek az agráriumban, pénzügyi támogatás terén, felszabadulnak olyan források, amelyek majd fordíthatók arra, hogy azok a dolgozók is, akik megjelennek akár újként, akár régiként a munkaerőpiacon az agráriumban, azok egy magasabb fizetésért tudjanak majd dolgozni, de látjuk azt, hogy sajnos már ezek az emelkedő fizetések sem mindig vonzák magukkal a növekvő munkaerőhiánynak a problémáját. A fiatal gazdák esetében viszont azért elmondhatom, hogy az uniós pályázatok, és itt egyébként ugyanazokkal a problémákkal küzdünk, mint Franciaország, mondjuk. Tehát, hogy a fiatal gazdáknak a segítése az egy nagyon-nagyon komoly feladat, és a vidékfejlesztési programok keretén belül most négy kiírás is van, ami fiatal gazdáknak ad lehetőséget. Olyan fiatal gazdáknak, akik egy vagy két éve kezdték a munkájukat, egy nagyon pici tapasztalattal már rendelkeznek, de kell nekik egy olyan kezdő lökés, ami megadja a lehetőséget arra, hogy fejlesszenek, vásároljanak eszközöket, és ezzel fejlesztik mind a saját tudásukat, mind pedig egyébként a vállalkozásukat. Ezek a pályázatok kiemelt prioritást kaptak egyébként az egész uniós vidékfejlesztési programban, tehát a fiatal gazdáknak a segítése az egy nagyon, nagyon fontos és kiemelt feladat, és ugye ez már az előző ciklusban is megjelent, és nagyon sok olyan pályázó volt, aki ebből tudott fejleszteni, traktort venni, egyéb eszközöket venni, de akár digitalizálni is, és ezzel egy picit ösztönözni arra, próbáljuk őket ösztönözni arra, hogy ne hagyják el a szakmát, próbáljanak tovább fejlődni, és ezzel magasabb árbevételt is elérni, és sikeresek lenni az agráriumban. Szerencsére Fejér megyében viszonylag jól állunk, mondhatom ezt, hiszen nemrégiben Abán jártam, ahol a Mercsek birtokon volt Jakab István, a MAGOSZ elnök, az országgyűlés alelnöke, és a Mercsek és fiai mutatták be az ő agrárvállalkozásukat, és ott volt a MAGOSZ gazdatagozatának a fiatal csapata is, és ők arról számoltak be, hogy egyre többen csatlakoznak hozzájuk, hiszen azt nem mondom, hogy korlátlanok a lehetőségek, de ha valaki átgondoltan választ hivatást már, mint ők, ahogy ők tették, azok bizony hozzájutnak olyan forrásokhoz, amelynek mentén a következő évtizedeik meg vannak oldva. Tehát ez kiváló lehetőség. Igen, kiváló lehetőség, és azt kell tudni a vidékfejlesztési pályázatokra, amit mindig elmondok, hogy annyiban más megint, mint a más jellegű gazdaságot támogató pályázatok, hogy ezek felülről a 90%-ban nyitottak. És a 21-27-es időszakban is nyitottak lesznek, tehát a magyar állam, a magyar kormányzat vállalta azt, hogy amennyiben egy forrás bármelyik kiírás esetében gyorsan elfogy, akkor nem zárják le a pályázatot, hanem hagyják bemenni az összes támogatási kérelmet, és a pályázati keretek feltöltésre kerülnek. Ez már így működött a 14-20-as időszakban is, és most a 21-27-es időszakban is így fog működni. És pont a fiatal gazda pályázat volt az, ahol olyan nagy volt az érdeklődés, hogy azonnali keretemelésre volt szükség, és ez meg is történt, és mindenki, aki beadta a pályázatát, az tudott forrás szerezni.
és pont ezért van az, hogy igen, óriási lehetőségek vannak, de mindenkinek tudni kell, hogy azért az agrárium és az agráriumban való munka az egy kőkemény köteleződés, és valóban, amikor ezt a döntést meghozza az ember, akkor azt nem egy-két évre hozza, hanem lehet, hogy egy egész életre. Így van. Mit tett a hálózat a versenyképesség megőrzéséért, hogy tartsuk a lépést Európával? Itt elsősorban a kínálat és a kereslet viszonylatait is figyelembe kell venni, hiszen a termelés és jövedelembiztonságot mindenképpen az szolgálja. Hát ami a részünkről a legfontosabb feladat, és amit szerintem most el is végzünk, hogy folyamatosan koordinálunk ebben a 27 hálózatban, és tudjuk idehozni és látóutakra elvinni azokat a gazdálkodókat, akik érdeklődnek más országban működő jó gyakorlatok, projektek iránt, és tudunk új ötleteket bevonni. Tényleg zseniálisabb ötleteket látunk szerte Európába, és látnak nálunk is szerencsére, hiszen ezeken a látóutakon, amiket havonta szervezünk gazdálkodóknak, civil szervezeteknek, gyakorlatilag be lehet járni egész Európát és megismerni az agráriumot. Pont ez a hálózat lényege, hogy legyen egyfajta kommunikáció az országok közötti vidékfejlesztésben és agráriumban is, és ezek a jó gyakorlatok azok, ezek az innovációk azok, amik egyébként sikeressé tehetik az itteni és a külföldi gazdaságokat is. Tehát ez az Európai Vidékfejlesztési Hálózat. Így van. És ez nem csak vízió, hanem ez valóság. Ez nagyon komolyan működik, és azt mondhatom, hogy ez egy 30 éves múltra nyúlik vissza, és most már nagyon komoly háttér van mögötte. Ugye a kormányzati szerepvállalásról már esett szó, de az önkormányzatok miként tudják segíteni ezt a munkát? Az önkormányzatok leginkább pont ennek az együttműködésnek részvevőjeként tudnak segíteni, hiszen amikor agráriumon beszélünk, akkor én mindig azért elmondom a vidékfejlesztési szót is, mai nap is, hiszen nagyon fontos, hogy nem az agrárfejlesztés és a vidékfejlesztés egymástól teljesen nem szétválasztható terület. Tehát amikor támogatjuk az agráriumot, akkor gondolunk el arra is, hogy hogyan lehet majd oda eljutni, milyen utakon, milyen infrastruktúrával, milyen lehetőséget adunk az ott dolgozóknak. Tehát ha elmegy valaki egy agráriumba dolgozni, akkor a kikapcsolódását azon a településen megteremtse. Tehát a vidékfejlesztés és az agrárium nagyon komolyan kéz a kézben járnak, sőt mondhatjuk azt, hogy egyben nőttek, és éppen ezért az önkormányzatoknak nagyon fontos feladata az, hogy megteremtse azoknak az agráriumban dolgozóknak a komfortérzetét és a lehetőségeit az adott településen, ami oda vonza őket és ott tartja őket a munkaidő után is. Tehát ezek a kisebb önkormányzatokra értendő, akik egyébként mondjuk itt pont a mezőföldön a termőterületek környékén, vagy azokban közrefogva terülnek el. Szóval nekik nagyon fontos az, hogy őket úgy próbáljuk segíteni, hogy a saját erejüket is felhasználva tudjanak olyan fejlesztéseket létrehozni, amelyek ott tartják a munkaerőt, és azokat, akik az agráriumban dolgoznak. A nagyvárosoknak egy másik feladata van. Én azt gondolom, hogy ez egy picit nehezebb, de nagyon fontos feladat, amiről beszéltünk is, hogy a nagyvárosokban lakó állampolgárokat közelebb hozza az agráriumhoz. Tehát én itt egy pici egyfajta érzékenyítést használnék szóként, tehát hogy próbálj meg érzékenyíteni a városban lakókat arra, hogy vajon, hogy igazából hogy kerül a kenyér az asztalra, hogy hogyan lesz a rántott húsból, hogyan kerül az asztalra, hogy hogyan készül el, és hogyan jut el odáig. És amikor, mindig ezt a nagyon egyszerű példát mondom, amikor augusztus környékén elindulnak a földeken a munkák, akkor ne az legyen a legnagyobb probléma, hogy két napig a mezőföld közepén esetleg a trágyázás miatt szakhatások érnek minket, hanem akkor gondoljunk arra, hogy ebből rá 3-4 hónapra bearatás után kenyér fog készülni, amelyet mi fogyasztunk el itt a városban, és igazából hálásak lehetünk azért, hogy ez a munka folyik és elvégzésre kerül, mert egyébként nem lenne mit fogyasztanunk. Tehát a nagyvárosoknak a feladata az, hogy egy picit közelebb hozzák a saját lakóikat az agráriumhoz, és egy picit tudják őket érzékenyíteni arra, hogy igenis agrárium nélkül a nagyvárosok léte is megkérdőjeleződik. Ugyanakkor nagyon jó, hogy ezt elmondtad, mert én bizonyos vagyok benne, hogy álmodozni lehet, de ebben a kérdéskörben, tehát a vidékhálózat munkájában is abszolút szükség van, hogy gyakorlatorientált legyen mindenki. Tehát a résztvevő is, és az irányító is. Ennek érdekében nagyon sok komoly lépés született, és azt hiszem, hogy mi jó úton járunk. Vannak-e olyan problémák, amelyeket meg kell oldani mi hamarabb? A legnagyobb probléma a vidékfejlesztési pályázatok és programok kapcsán a félelem.
az agrárgazdálkodók nagy része még mindig fél, és nem mer belevágni egy ilyen vidékfejlesztési pályázatba. Ebbe tudunk mi segíteni egyébként. Tehát bárki gazdálkodó, aki a hálózat tagjét felkeresi, tud segítséget kapni abban, hogy milyen feltételekkel és hogyan tud elindulni egy pályázaton. Sokszor azért túl misztifikáltak a pályázati kiírásoknak a környezete, ahogy léte. Van-e fejünkben egy ilyen elképzelt kép arról, hogy ez mennyire bonyolult és nehéz, és mennyire nehéz megfelelni a feltételeknek? Hát szerencsére elmondhatom azt, hogy az évek alatt, az évtizedek alatt ez már olyan szépen letisztult, hogy egy pályázat megírása, lefolytatása, egy projekt véghezvitele azért emberi léptékkel is teljesíthető, és ennek a gazdasági hatása a vállalkozásra azért hihetetlen lehetőségeket tartalmaz. Tehát nekünk nagyon fontos az a kommunikációnkban, és az egyik fő feladatunk, hogy az agrárgazdálkodók és a vidékfejlesztésben működő intézmények, civil szervezetek számára lebontsuk azt a falat, amit ők képzelnek ezekről a pályázatokról. Tehát, hogyha bárkinek ilyen aggája van, olvas egy pályázatról, szeretne rajta elindulni, mi segítünk abban, hogy hova forduljon, milyen irányba tud menni, és próbáljuk őket biztatni arra, hogy igenis pályázzanak, mert a lehetőségek majdnem csak hogy korlátlanok. És ebben segítenek a térségközi kapcsolatok is nyilvánvaló. Milyen kapcsolatok vannak az egyes régiók között? Az egyes régiók között inkább megyéket mondanak, mert megyei a hálózatunk. Az egyes, ugye a megyei hálózatok között mi folyamatosan ugyanúgy piciben gyűjtjük a jó gyakorlatokat, amelyeket ugye a titkárságunk gyűjt, és ebből folyamatosan folyóiratok és kiadványok, illetve honlapok formájában értesítjük a gazdálkodókat. Ugye a Magyar Nemzeti Vidékhálózatnak 11 ezer regisztrált tagja van. Ez magánszemély, gazdálkodó, szervezet, intézmény, bárki lehet, aki regisztrál. Egy regisztrációval a mmvh.hu oldalon eléri azt, hogy mindenről napra készen értesüljön, hírlevelek érkeznek, kiadványokat rendelhet, szakmai anyagokat kérhet le, tehát folyamatosan tud olyan információkat gyűjteni, ami a mindennapok munkáját segíteni tudja számára, és a megyei együttműködés pont ebben segít, hiszen el tudjuk hozni Fejér megyébe azt a baranyai példát, ami nagyon jól működik, legyen ez akár technológiai fejlesztés vagy váltás jegyében, vagy legyen akár valamilyen rendezvény vagy lakossággal való kapcsolatteremtés innovációja, tehát ezt meg lehet tekinteni, és lehet, hogy lehet adoptálni Székesfehérvár területén is, vagy Fejér megye területén is. Ha összegezzük, akkor jó úton járunk, hogy egyrészt a fiatalok éljenek a lehetőséggel, másrészt pedig megmaradjunk abban a kivételezett helyzetben itt a Mezőföldön, ami is mindig is jellemezte ezt a vidéket? Én azt gondolom, hogy nagyon jó úton járunk. Amikor a vidékfejlesztési programokról megint csak ugye uniós pénzekről és kormányzati pénzekről beszélünk, akkor azt gondolom, hogy az egyik leghatékonyabb büdzsékihasználás az agráriumra és a vidékfejlesztésre érvényes, hiszen itt tényleg hihetetlen sikereket ért el már az elmúlt időszakban is az agrárium és a vidékfejlesztés. Látni lehet, hogy hogyan fejlődnek azok a kisfalvak, ahova kormányzati pénzek érkeznek, és hogyan fejlődnek azok a mezőgazdasági vállalkozók, amelyek tudják használni ezeket a vidékfejlesztési programokat, és látjuk azt, hogy a Fiatal Gazda program például milyen siker örvend, és én nagyon remélem, hogy a 21-27-es időszakban is ilyen sikernek fog örvendeni, hogy kereteket kell folyamatosan emelni, ami azt jelenti, hogy újabb és újabb fiatal gazdák lépnek be a magyar mezőgazdaság piacára, és hát ez jól mutatja az is, hogy Magyarország kitettsége egyre kisebb a körülöttünk lévő országok mezőgazdasági kínálatából, tehát a cél az, hogy Magyarországról ne kelljen hoznunk se termény, se pedig állati eredetű mezőgazdasági terméket. Ne kerüljön az asztalra olyan termék, ami nem magyar. Én azt gondolom, hogy ebben nagyon jól állunk, hiszen ennek az aránya egyre évről évre nő, hiszen, ahogy mondtam, a jövő az a vízről és az élelmiszerről fog szólni. Köszönöm szépen, legyen így. Én bizakodó vagyok, és hiszek abban, hogy ez valóban megvalósulhat. Köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen a megkérdést. Kedves nézőink, az Agrárinfót látták, vendégem Molnár Tamás volt, a Magyar Nemzeti Vidékhálózat területi vezetője. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!